Hamarosan elérkezik Ferenc pápa magyarországi látogatásának csúcspontja. A Szent Atya 9:30-kor szentmisét tart a Kossuth téren, ahol már gyülekeznek az érdeklődők. Maklári Ákos görögkatolikus pápa keresztény értelmiségiek szövetségének vezetője szerint egy ilyen esemény jó alkalom arra, hogy az emberek megtapasztalják, hogy mit jelent a közös Krisztus hit. Stefán Zoltánhoz érkezett vendégünk. Köszönöm szépen, Áron, jó reggelt kívánok a nézőknek, és jó reggelt kívánok mai első vendégemnek, Maklári Ákosnak, görögkatolikus papa, keresztény értelmiségiek szövetségének vezetője. Köszöntöm a hallgatókat, a nézőket. Beszélünk természetesen a mai szentmiséről is, de kezdjük azzal, hogy mi történt tegnap. Az Istenszülő oltalma görögkatolikus templomba a Szentatyát Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita fogadta. Egy szertartás közben lépett be a Szentatya a templomba, és Kocsis Fülöp Szent II. János Pál pápa szavait idézte, ami szerint a keresztény egyház két tüdővel lélegzik. Itt nyilván a római és a görögkatolikus vallásra is utalt. Miért volt fontos, hogy ezen a szertartáson részt vett? Mit üzent ez a részvétel? Mi nagyon örültünk annak, hogy hozzánk is eljön. Hogyha elmegyünk egy rokon látogatásra, akkor kíváncsiak vagyunk a gyerekekre, a fiatalokra, a kicsikre is. És nekünk ez a megkülönböztetett figyelem, odafigyelés, ez nagyon-nagyon fontos, hogy a Szentatya fontosnak tartotta, hogy kilépve a nagy templomból, a Szent Erzsébet templomból átjöjjön a kisebb templomba hozzánk, a kisebb testvérhez, hiszen mi görög katolikusok azért, ahogy Fülöp érsek atya és metropolita atya utalt rá, évszázadokon keresztül sokat küzdöttünk azért, hogy a katolikus egyház tagjai legyünk, és ahhoz hűségesek legyünk, és ez bizonyítani kellett. Tehát nekünk nem velünk született adottság a katolikus egyházhoz tartozás, hanem ez egy történelmi folyamat, és ezért különösen is nagyon jól esett, hogy az akatisztos szertartását végeztük, énekeltük, ez egy Mária köszöntő, talán ha a római katolikus szertartások közül a litániához, májusi litániához tudjuk hasonlítani, ezt imádkoztuk, énekeltük, és közben érkezett meg a Szentatya és a delegáció, és akkor egy picit abba hagytuk, velünk volt, imádkoztunk együtt, áldást kaptunk tőle, ajándékokat kapott, és utána pedig, mikor búcsút vettünk, akkor folytattuk és befejeztük a szertartást. Kondás Sándor görögkatolikus pap mesélt tegnap arról a közmédiának, illetve fogalmazott úgy, hogy csodának nevezte azt, amikor 2015-ben Ferenc pápa megalapította a magyarországi saját jogú görögkatolikus metropóliát, hiszen ez hozzá köthető. Igen, a hajdúrógi egyház még 1912-ben alapította, 10. Pius pápa is, utána sok idő eltelt, amikor 2015-ben valóban Ferenc pápa intézményesen is egy magasabb szintre emelt bennünket, ha szabad így kifejezni, nem túl szépen, de ennek lelki vonatkozásai is voltak, hogy három egyházmegyét hozott létre, Miskolc, Hajdúdorog, Debrecen és Nyíregyháza központtal, és egy érsekséget alakított ki számunkra, ami nem csak egy intézményi fejlődés, hanem hiszem és vallom, hogy ez egy lelki és mindenképpen szellemi előrelépés, fejlődés jelent számunkra. Említettük, hogy egy szertartás közben lépett be a Szentatya a templomba, és a békességet kértek. Több mint 60-szor fordul elő a görögkatolikus szent liturgiákban a békéért való hála a fohász. Miért imádkozzák ilyen gyakran ezt a szót? Sose számoltam, meg örülök, hogy tanultam, hogy több mint 60-szor. Tegnap hangzott el ez is a közmédia csatornán. A szent liturgiában. Amikor a mi szent liturgiánk, Aranyszájú Szent János, Nagy Szent Bazil atyák munkája révén kialakult, létrejött, a 300-as évek, 400-as években vagyunk Krisztus után, akkor is sok békétlenség volt a világban, és központi kérdés volt az emberben, az emberek között, a keresztény világban, a nemzetek, az emberek közötti béke, és természetesen a belső béke, amiből fakadhat a külső béke, igaz? Ha nincs belül béke, akkor kincsen lesz béke. És az, hogy ennyire békecentrikus a liturgiánk, az imádságunk, az annak történelmi oka van, mondhatnánk azt, hogy sajnos, de igazából azt hiszem, hogy saját lelki életünkben, magánéletünkben is, családi életünkben is, barátságunkban, szociális viszonyainkban a béke az elengedhetetlen. És az, hogy ezért ennyire hangsúlyosan imádkozunk, azt, és ezt kérjük a Jóistentől, ennek a békének a lelkületét és szellemét, a béke angyalát, ahogy mondjuk, az annak teljesen emberi okai vannak, és azt hiszem, hogy a mai manapság pedig nagyon is indokolt.
Olyan szimbolikus volt a tekintetben is a tegnap délelőtt, hogy a Rózsák terén áll a római katolikus nagy templom, és ott áll a görög katolikus templom is, amely 1905-ben már üresi, amikor megépült a nagy templom, de ez mégiscsak egy téren van, egymás mellett, és egy kicsit visszacseng a Szent Atya bazilikában elmondott beszéde a befogadásról. Hogyan zajlik ott a közösségi élet? Mint két testvér, akik egymás mellett laknak. Összeköt minket az eredet, a cél, a Szent Atya maga személyében is, és azt hiszem, hogy ez az egymás mellett élés, a két tüdő hasonlat, ami Szent II. János pápától származik, és ezt nagyon jó szem előtt tartani, arra utal, hogy a katolikus egyház, ha bár sokan szeretnék egy ilyen rezervátumnak bemutatni, vagy egy ilyen elefántcsontorolynak, egyáltalán nem az. A katolikus egyház, mi vagyunk a legjobb példa erre, hogy mennyire befogadó. Tehát annak idején, amikor 300-400 évvel ezelőtt ebben a régióban, itt Európában sok ortodox keleti keresztény egyesült, elfogadta Róma főségét és egyesült a katolikus egyházzal, azután nem egy kötelező megváltozás kényszer volt, hanem maradjatok olyanok, amik vagytok. Itt vagytok, katolikusok vagytok, de nem akarjuk, hogy elveszítsétek önmagatokat és a szokásaitokat, liturgiátokat, jogotokat, identitásotokat. Tehát a befogadás, azt hiszem, hogy a katolikus egyháznak egyik nagyon-nagyon fontos alaptulajdonsága, és emiatt ez az egymás mellett élés a különböző rítusoknak, nem csak Magyarországon, hanem Közel-Keleten például, ez jó példa arra, hogy így is lehet élni. Egymás mellett, békességben, egymás segítve, szimbiotikusan, ha úgy tetszik, ez számunkra a Rózsák tere, a régi szegény háztér, mert ugye úgy hívták, ennek a térnek a struktúrája, a két templom egymás mellett, és ez sugallja. Hallgatva, figyelve a látogatásokat, az egyszerűség, a közvetlenség, a természetesség, nem is tudom, ki fogalmazott úgy, hogy az előre szeretlek gesztusok nyilvánulnak meg. Mi lüktet ezekben a találkozásokban? Nekünk, akik a képernyőn keresztül figyeljük, ez jön át. Valahol azt hiszem, hogy nagyon fontos azt elfogadnunk, hogy a pápa nekünk nem főnök. Nekünk nem intézményvezető, nem rektor, nem az igazgató tanács elnöke. A Szent Atya, ami a névből is ered, az van egy lelki atyaság gyermekség a katolikus hívő és a mindenkori pápa között. És ez a fogadás, ez a szeretet, amire Erdő Péter bíboros úr is utalt, hogy miért jön a pápa most újra Budapestre, ez a szeretet, ez megfoghatatlan, leírhatatlan, de mindenkiben ott van. Tehát ez a bizalom, és ez az atyához való tartozás tudata. Azt hiszem, hogy ez az előre szeretlek, amit ön megfogalmazott, ami összetart bennünket egy családdá Kovácsol. Az apostoli látogatásának legjelentősebb eseménye következik ma délelőtt, a Kossuth téri Szent Mise. Mit üzen ez, mi az, amit ebben meg kell látnia hívőnek és nem hívőnek egyaránt? Az eukarisztia, az oltári szentség a forrás és a csúcs, a látogatásnak is valóban a központi és csúcs eseménye a Szent Mise, amikor az egész egyház jelen van, és nem csak magyarok, és nem csak határon innen, hanem bárki szabadon részt vehet. Most nincs regisztráció, most nincsen előre bejelentkezés, biztosan kicsi lesz a Kossuth tér, ezt már borítékoltuk előre. Azért nagyon fontos, mert itt az eukarisztiában, a Szent Misében Krisztussal találkozunk. Nagyon sok áldozó lesz jelen, és ez a találkozás a pápával az egyház teljességét jelenti számunkra. Ez nagyon ritkán adatik meg, és azt hiszem, hogy minden keresztény hívőnek, vagy istenkeresőnek fontos az a tapasztalat, hogy de jó, hogy ilyen sokan vagyunk, és de jó, hogy ilyen normálisan, szépen, kulturáltan és szeretetben tudunk együtt lenni. És ez az élmény, ez igenis megerősíti a belső hitemet, a lelki kapcsolatomat az Istennel, mert közösségben vagyunk, és azt hiszem, hogy ilyen közösségi élményre mindenkinek szüksége van ahhoz, hogy az egyéni lelki életében és hitében erőre tudjon lépni és mélyülni tudjon. Maklári Ákosnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és mindenről beszélhettünk. A háromnapos apostoli látogatás van, akiknek nem csak lelki feltöltődést, hanem nagyon komoly figyelmet is igényel, ezzel folytatjuk.